Kedves budapestiek! Már bizonyára sokan értesültek arról a korábbi döntésünkről, hogy április 27-től, jövő hét hétfőtől csak kendővel, maszkkal vagy valamilyen sállal eltakart arccal lehet felszállni Budapesten a közösségi közlekedésre. Ma az operatív törzs egy újabb döntést hozott, mégpedig azt, hogy ezt az együttműködési kérésünket a budapestiek felé kiterjesztjük a tömegközlekedésen kívül, a boltokra, a piacokra, a bevásárlóközpontokra és a taxikra is. Az vezeti a döntéseinket, hogy minden módon megfékezzük a járvány további terjedését. És a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy elsősorban zárt térben veszélyes az, hogyha nincsen maszk rajtunk. Ez a kendő, sál vagy maszk elsősorban mindig a másik ember egészségét védi, de ha mindannyian így járunk el, akkor mindannyiunk egészségét fogja szolgálni. Arra kérem tehát önöket, tudva azt, hogy ez egy kellemetlen intézkedés, de higgyék el, szükségszerű, hogy tartsák be ezeket a szabályokat. És jövő hét hétfőtől csak kendővel, sállal vagy maszkkal az arcukon menjenek másárolni, szálljanak fel a buszra, menjenek piacra, vagy üljenek taxiba. Ez az intézkedésünk is azt a célt szolgálja, hogy megfékezzük a járványt, és felkészítsük a várost arra is, hogy előbb-utóbb a mostani szigorú korlátozásokat oldanunk kell. Nem jó dolog sávban vagy maszkban sétálni a városban, de még mindig jobb, mintha nem is sétálhatnánk. Arra kérem önöket, hogy fogadják el, hogy most erre van szükség azért, hogy a város túl legyen ezen a borzasztóan nehéz időszakon. Köszönöm az együttműködésüket!